lássak mindenkit, hogy Monster a legjobb arc. Ja tényleg. Már el is felejtettem. Egyébként tényleg meghirtek, tényleg izé vettem Monstereket. Ja meg igen, hogy volt az, hogy nem tudtam elpakolni, nem tudtam én eltárolni a... Itt a kaszinó, nem tudtam eltárolni a sajtokat, amik az én részemek lettek volna, aztán inkább ott hagytam azt, meghagytam a Erbának inkább, hogy ő egye meg, vigye a családnak haza. De ide kell bemenni, baszki, de nem, most nem tudom mi a fasz van. Salam alaikum, Malajzia. Hát én nem vágom. Nem értem, gyerekek. Attól még, hogy bazeg, de annyira szar, hogy nem mutatja. Várjál, itt mutatja, még ezt vissza tudom még nézni. Szabad is kijutás a dojo-ba a Bedford Pointon. Lop rendőr kocsit, ja? Jó van. Most már akkor tudom, mit kell csinálni végre. Végre tudom, mit kell csinálni? Baszki. Én neked sem fejtek el már tényleg. Én jóságkorú dolgokra mindig emlékezik volt. Ó, hát köszönöm szépen. Örülök egyébként, kedves Erbátya, hogy ilyenekre emlékszel egyébként is ezek így. De számodra akkor egy nagyon fontosak. Ennek örülök egyébként, mert ezért is csináltam tényleg. Jót tegyek másoknak. Most igazából most úgy voltam vele, hogy most a... Meg vagyok én a sajt nélkül, úgymond én sokat ettem akkor ott. Azt hittem rendőrkocsi. Én veszek mondót a feketébe. A feketébe. A black. Vennék el Nigrót is majd. Nigro Negrót. Odaadni az ISO Speednek. Negön! Hey! Összeeső legendákat fogunk zengni lukáinknak. Van meg. Ha lesz. Lesz, az biztos, hogy lesz. Na tényleg, mert tudod, mesélünk majd a grill élményeket. Hát az tuti biztos. Akkor lesz ez a grillezés, ha ott... Három napos grillezés, baszki. És tök fasz a baszki, legjobb egyébként. Hogy... Ugye augusztus 20-án ugye ünnep van. És nálunk, nekünk, nem tudom, hogy másoknak hogy van, de nekünk munkahelyen le kell dolgozzunk azt a ünnepnapot, mert az kedre esik. És mikor kell eldolgozni azt a bizonyos munkanapot? Hát harmadikán! Hát hogy ne? Nem csak, hogy pénteken kell kivégek szabadságot egyébként, hanem még szombaton is. Ugyebár... Mik maradjál már? Na valamit vandálkodnom kéne, mert baszki, izé, rendőrök nem jönnek. És egy darab rendőr sem a közelbe. Persze most, amikor akarnák rendőröket keresni, az ilyenkor se a járókerült, milyen se a autók terén, és így nincsen sehol. A Bossett DC képregények is azt néztem ott. Ja, fekete bondó. Ha nem lesz, akkor veszem valami Marvel vagy SP képregényt, tudok mindig vannak. Ó, hallod. Abban a pillanatban, hú, arra is elrepülök. DC is, hát akkor ez tök jó, hogy ilyen sok képregény van ott, akkor... Lehet, hogy majd én is nézni fogok esetleg. Ez micsoda? Gyertek, rendőrök! Na most már jön az egy csillag. Na, egy csillagos körözés. Mindjárt megérkeznek a rohadékok. Faszán ellopjuk szépen a birtokukat. Ó! Elrejtett csomag. 5 a 100-ból. Hát ez csodálatos. Van még 95 elrejtve a világba. Áldott jó jel. Hát igazából van egy újságos rész, és ott friss megjelenések szoktak általában lenni. Friss megjelenések is? Beszarok. Beszarás, hogy van bazeg konkrét ilyen
újságárus, ilyen képregény árus bolt, és konkrétan, mert én nem nagyon láttam életemben egyébként ilyen képregény árus boltokat, azt hittem, hogy ilyen leáldozott már ez a képregény árus boltozás, már ugye 2000-es években. Azt hittem majd így megszűnt. Most mi van most? Nem jöttek a rendőrök? Jöjjenek már! És itt elpazarolom itt a jézél őszereimet. Most már két csillag, most már akkor jönniük kell. Ott is van. Hát lőjed már! Jézusom, de nehéz volt. Hát csak most meg már... Csak most meg 3%-os, vagy 3%-os, 3 csillagos most már a körzés, ami tök jó lesz. Már itt már... Köpnek már le. Le akarok már pippantani, már most. Ugye már helikopter is már üldöz. Jézusom, mi a szar? Nem, ilyenre gondoltam, ne! Nem engedem, hogy sorba szöjtsatok. Pushatok, menekülj! Baszki, ott volt egyébként. Baszki, van ilyen rejtett... Rejtett helye. Menjél! Nem enged. We kill you! I kill you all! Most mi van? Azt nem mond nekem, baszki, hogy... Ha itt megbők, akkor mi lesz? Az abban itt van a helikopter, nem... Nem tudok elbenekülni. Fentről! Az jó volt. W's in the chat! W's in the chat! Menjél a W! Menjenek a W-k a chatre! Itt, ide be kell vinni. Ennyi? Nem ide kell bevinni. Hova kell bevinni? Egyel arrébb. Hova? Hát hova kell bevinni? Hát ide kellett bevinni, vazze! Ez a baj, most még nem mutatja, hogy hol van a PN spray. Édes Istenem. A legszarabb a játékban ezek a... Fú, bassza meg, a kurva is. Nem mondod, hogy rendőrautót kell a melóhoz. Nem mondod komolyan. Üljed már. Hát ez imádnivaló. Imádnivaló ez a küldetés. Meg is volt dögöni szerintem. Meg is haltam az. Imádnivaló. Legjobb küldiges. Legjobb küldetés. Ó, Istenem, geszi. Kurva jó volt. Mert bassz meg, egy csillagra nem jön meg a rendőr, nem jönnek meg a rendőrök egy csillagra, bassz meg. És most meg csak úgy találok egy random rendőrautót, csak ugye semmiből, bassz meg. Kurva jó, tényleg. Az a baj, hogy nem tudom, hogy hol van a izé a... PN spray. Hát nem hagytam el még semmit, bazzeg, mert még el se kezdtem olvasni. Bazzeg. Díszig, igen. Kocsid rendben lesz? Így van, rendben lesz. Bazzeg, rendben lesz. Főleg azért, mert pont, hogy most fogom elvinni, két nap múlva viszem viszont kerekeshez. Ki lesz cserélve, új gumi lesz rajta. 4 éjszakos új gumi. Elnyomva, akkor még szervizbe lesz fél előtt, előző héten, jövő héten. Úgyhogy minden tökéletes lesz. Hiszen sőt a többi fizet.
Egy-két égedi szerencsében múltkor volt az új Secret War Márvelás, az igen. 20-as lépeddel fizetsz. Nem szereztem meg egy 5 kávót, aztán azért aztán nem vettem meg. Vastag borítású volt akkor ez a Secret War. Hát ha az jobban megéri, mint a könyvet olvas, vagy könyvet, mint hogyha a filmet nézni. Sir no comment. Sir no comment, Sir Babart. Legjobb. Egyik jobb, mint a másik. Sir Fekália. És lehetne bazni. Írok le progit. Boys képregény. Boysból is van képregény. UDR. Nekem is van. A Dűne is nekem. Ja. Ami dűnéje is van az embernek. Az embernek. Itt is vagy, segíts be. Itt is vagy, Jesszor. Meg IT is. Itt is, meg IT is. Nézd meg, az engem el akar tenni lábalól. Meg el akarnám vére kapni ezt a rohadványos izét. Rendőrt. Takarodjál. Már most megszerzem a rendőrkocsit, bazeg. Már most megszerzem. De egy rohadt... Mi volt ez, gyerekek? Mi volt ez? Mi volt ez, bazeg? Mi volt ez? És ezzel most be tudok szállni? Be tudok. Meccs, hát ennyi. Ennyi. Megoldottam. Most ha kihasználom, ami jó kedved van, aztán ha szar napod van, akkor melóba jössz, mert nem trollkodhatok. Nem lesz olyan sok egyébként. Én trollkodnám ebben. Az biztos, abban biztos vagyok egyébként. Azt meghiszem. Gergő az imádja a trollkodást. Megszívja a vépem is. Nem fog pofázni. Ja. Erre jó, erre lesz majd jó az a izé. Az a bizonyos vépedés, amikor megszívom a cigidet. Annyira el leszek lazulva, hogy nem fogok tudni pofázni. El fogok hallgatódni. Elhallgattat. Az a bizonyos 20-as. Az jó. Ilyen kőkemény. Ez elég nagy. Igen? A téd az jó nagy egyébként. Ennyi se rossz, ilyen közepes az enyém egyébként, ilyen közepes nagyságú. Taka van. Akkor nem itt van, akkor hol van az a gránát bedobós? De miért elém ugrotok? Most akkor most hol van most? Most lent vagy fenn? Hát akkor most tényleg... Jézusom. Bazd meg. Nyomorultak. Nem mutatja normálisan a játékban ezek. Most melyik szinten, melyik emeleten. Persze, lőjél le. Lőjjeletek le. W. És hát, hogy tényleg erre kellett egyébként vinni. De nem nyílik egyik se. Hova kell vinni? Hova kell vinni mellett? Nincs-e ott egy izé, egy robbanós kutya, hát... Mi van? Hát ne, ez ebbe kell... Hát ezt mutatja, ide kell beszereltetni. Az a bombát. Itt kell beszereltetni a bombát. Akkor most miért nem engedi? Hogy te! W, jaj, tehát itt, na itt. Az egy ilyen 8 rétegű terület ez, bazzeg. De hagyma, bazzeg is több rétegű. Ez is 8 rétegű. Valaki a bankóját van, nem, meg spoti előfűzúja. Hát spoti előfűzöm az nincsen. Nekem inkább YouTube előfizetésem van, YouTube Premium. Majd adagoljuk Mátéba a 20-asod. A poszfómat, ez egyszerre a kettőt, nem? Mert ott így mindig jó kedve lesz, mert Laci gyengé, de megérinti vagy mi.
Az, hogy gyengéd, de megérinti, geszi. Édes Istenem. YouTube Premium is jó. Ja, izé miatt, hogy majd a zenebetevések miatt? És követ a neted van? Hát, az nem. Az sajnos az nem. Ja, a zenék miatt. Aha, a zene berakás miatt. Az a baj, a netem az nem korlátra viszont. De... azt hiszem... mennyi is most nekem van? Azt hiszem valami 16 gigás, hogy mennyi a netem. Most. És esetleg lehet, hogy ki bírná talán azt a alkalmat. Ez kevés. Já. Hát, ha lesz valakinek. Hát reméljük. Mert körbe kell kérdeznem. Azt hiszem a Lacinak azt hiszem neki sincsen. Ilyennyel. Edunak van korlátlan szerintem. Edunak van. Eduardónak. Az Erbátyának. Akkor... olyat esetet lehet csinálni, nem? Hogy mondjuk akkor Erhardnak a telefonján keresztül én bejelentkezek az én profilomba, én akontomba, és akkor ott. Úgy már mehet, nem? Ú, de be kell menni itt, ahol itt a legbrutálisabb szegletekbe. Óha. Már csak lenne valakinek korlát a nete. Óha, a pár öbbenket hoztok? Akkor kitartja. Meg akkor Sanyitól megint el kell kérjem. A Sándortól megint el kell kérjem. Nem erre van. Kiveregsik itt. És most aktiválnunk kell a bombát. Igen. Menekülj, köcsög! Neked van power banked? Ó, Bozsi! Baszki! Ó, ezzel! Ez egy izé... ez egy extrás. Engedjék ki! Becsületed adtad a Yakuza kampon, a védelmünk alatt állsz. Védelmünk alatt állsz. Hoppá! Akkor most már Yakuza védelme alatt állom meg ilyenek? Most nem, vagy egyet már leszippantottam legalább. Lepippantottam, de egyébként most kétszer is átmentem egymás után ezen. Most ez nem az van esetlen, hogy idő után újra megjelenik ez a jel, és akkor megint át tudok menni rajta. Vagy itt megbújok. Hát, vagy nem. Majd meg. Volt, akkor az volt jó lesz akkor. Hát akkor figyelj, akkor... én szolgáltatom akkor a YouTube Premiumot. Bejelentkezek Erbának a telefonján keresztül. De most várjál már, most mi van? Mi ez a zöld? Ott hagytam valakit. Hát valamit fel kellett volna vegyek. Ki fel kellett vegyek valakit? Baszki, vissza kell menjek. Köszi Bozsi az Azariát. Jó lesz. Hát ugye? Hát ugye. És már nem enged be. Már nem enged be, bazzeng. De akkor mit csinálja? Jézusom. Jézus, hogyha nem engednek már be. Hát akkor ezt hogy csinálják meg? Hát az ez a kuka akkor már. Hát ez már kuka. De is lesz. Akkor oké. Baszi, nem nyílik ki, picsába bele. Tudod mit? Akkor megint engedem, hogy ne tartózhassanak, baszki. Hát most ez kurva jó, most nem tudom most megcsinálni. Hát most...
ami zöld szart fel kellett volna vegyek, de hát nem tudom felvenni, nem tudom már bemenni. Hát vagy talán esetleg akkor, hogyha lejön a körözés rólam, csak az a baj, már négy csillagos körözésem van. Hát az bazagat biztos, hogy nem fog az már menni. Önmagam nem fogom tudni azt leszedni magamról, csak akkor, hogy ezeket a csillaggyűjtős ilyen pötyöket felszedem, vagy valami, de hát... azt tudom, azok hol vannak. Csillag megszüntetős varázslat. Szóval akkor én hozom a YouTube pénzt, akkor Erbe akkor hozza a korlátlan netet, Bozsi meg a powerbanket hozza. Itt minden meg lesz. Ami Sunshine-nak ingere. Ezt egy összeg faszak is azariák. Legjobb lesz, jó lehet. Azariákat fogunk hallgatni. Én ezt akkor izé a zeneadó. Akkor be azariákat, full albumokat teszek be. Mekkora lesz? Hát figyelj, hát... Ne borulj fel, buzi! Ne borulj fel, bazd meg! Hát, köszönjük szépen! Köszi! Na, kapjatok el szépen! Na, ennyi, elbuktuk! Elkaptak, igen. És akkor ott a rendőrkocsi, megszerezzük, és akkor megint megcsináljuk a küldetést. Jaj, de jó! 8 órás küldi. Mi tényleg, hogy 6-7 stream lesz inkább az a GTA 6. 6? Passzom a GTA 6-ba. És hát tudod, hogy én ki vagyok, bazzeg? Én vagyok az anyád. Rendőrököd. Rendőr anyád. Kambu. Az a poén, ma is délelőtt összefutottam Szilveszterre, adott pár szel kék osztint. Úha, amit dumáltunk. Minőségi, de gyengezigi. Süni anyu detálisan. Én vagyok a süni anyja. A süninek az anyja. Wow. A süni anyu. A süni anyu. Azt neki poszoltam, mindig megkövetkezik. És kérdezted egyébként a Szilvesztert? A Szilveszter Stallone-t, hogy jön a buliba? Jön a gillezése? Vagy mi nem tud még konkrétat mondani. Poszol megfulladt. Azt elhiszem, azt elhiszem. Főleg, hogy le akarod üdülzni, akkor meg aztán végképp. Amit nem azt csinál, mint én, aki csak így pöfékelni akar, vagy ilyesmi. Nem tüdőzöm le, meg ilyesmi, még nem próbálkozok meg ilyenekkel, akkor még egész jó eltalán. De amúgy nekem még úgyis sikerült kölgek, egyébként nem letüdőztem, hanem csak felpöfékeltem. Ez volt a VP-nél, a Gergőnek a VP-vel ez volt a helyzet. ott ezt próbáltam, de így is felkölgöttem. Felszedjük a bombát szépen. És menjünk a rendőrségre. Én meg gondolom most az lett volna a zöld, hogy most fogtam volna, és akkor itt kijön a rendőrségből valami csávó, akit fel kell szedjem, vagy nem tudom, mi a fasz volt az a zöld. Nem tudom, mi volt az. Meg kell majd nézni. Nem elsőet voltam már? Héten tud válaszolni beosztásától függ, de nem fog inni valószínűleg. Megyes sört nem szereti, meg lehet kajálni se fog. Csak beugrít, beszélgetni, kicsit meg legyünk dolgunk. Akkor saját cuccot, amit szeret. Saját cuccot? Szó szerint cuccot? Vagy arra a spitzrumra gondolsz? Mondjuk hát az, hogy mondta, hogy nem fog inni, akkor valószínűleg nem fog hozni akkor spitzrumot, vagy esetleg úgy fog hozni, hogy megkóstoltassa velünk esetleg. Még esetleg erre tudok még gondolni. A béket alá erre. Erre. A rendőrök gyöngye.
Szívesen bármit kinézek, amit hozz szerintem, ennyit tudok mondani. Ja, jó van akkor. Hát kíváncsi leszek. Majd meglássuk. Hussunk! Hust forrás! Bejöjjünk a páncélos nyomba. Ja, ott van a csávó, ott van! Na gyere baszki, gyere! Hagyj be! Hagyj be! Hus! Jó. Most hagyjuk egy gyorsan a teszi helyét. De azért is lesz ez jó legalább, hogy ugye a más nem is, itt van egy ilyen csökkentő, mivel már csak kettő csillagosok vagyunk, hogy már egész jó. Csak persze akkor esetben nem lesz jó, hogyha mondjuk felborulunk megint. Most végre valára mutatja baszki, hogy merre van a PN spray, na végre mutatja baszki. Hála Istennek. Ez lesz a mi előnyünk, meg a mi szerencsénk. Legalább mutatja baszki. Jó, van a lesprayző hely. Te Bozsi, egyébként neked milyen tapasztalataid van a GTA-kkal kapcsolatban? A régi GTA-kkal játszottál régebben? Van ilyen kis nosztalgikus pillanataid egyébként benne? Vagy annyira nem ők kimaradtak számodra, itt a PN spray. Á, nem nyúlok forró cucchoz. Mi? Milyen forró cucchoz? Miről beszélsz? Ez nem nyúl forró cucchoz. Mi van? Milyen forró? Hát... Azt mondod, meleg vagyok? Kurva életbe. Nem látok baszki, nem látok. Akkor lehet, hogy az autó nem jó neki, vagy nem tudom. Remélem, hogy ez volt a gond. Ó, nem, hála Istennek. Ez már jó volt. Hála Istennek. Új rendszám és festés. Köszik el, ó, és akkor... Fogom baszki... Fogom, átfesettem az autót, és már itt is vettek a rendőrök. Már el is fejtettek, hogy itt voltam egyébként. Egy néhány másodpercje. Szállandra azt nyomtam, de csak unokatások gépén. Nekem nem volt gépén, volt egy koskolom. Ja, értem. Hát nekem is kb. 10 éves korom, nem volt egyébként gépem, azt utána ismertem meg a GTA San Andreas-t. Az volt nekem a gyerekkor, egy ilyen tínédzser koromnak a nagy játéka. A Vice City meg a 3-mal csak később találkoztam, később pótoltam be. Persze a GTA 5-öt vitted ki. Ó, na a GTA 5-öt is játszottál. Akkor így mondod, a GTA 4-jel, 3-mal, Vice City-vel, akkor annyi azokkal nem játszottál még. Az a baj, a 3-mal meg a Vice City-vel is egyszer játszottam, csak egyszer játszottam végül őket. Ezért azokat is már nem mostanában, úgyhogy már legalább egy 5-6 éve. Úgyhogy hát már annyira nem maradtak meg bennem az emlékek, mint mondjuk a GTA San Andreas, aztán a San Andreas-t. Oké, kétszer játszottam végig, de ugye az csak is kizárólag a repülőiskolának volt köszönhető ezek, hogy nem tudtam többször végigtolni, hát csak és ismerősödnek a segítségével tudtam megcsinálni a repülőiskolát, azt utána tovább menni. Mert mindent meg tudtam csinálni, csak a repülőiskolát nem, utána minden ment. Mind a kerékcsapás, az meg. De kerékcsapás. Szívességet tett nekem. Jóságát. And yet requested that we acquire him. Egyébként sokszor újra kezdtem mindig a San Andreas-t. Ezt a szolgálom, hogy 10-szer biztos. Jó, amíg el nem jutottunk a repülőiskoláig, addig ne, 10-szer toltam addig végig a játékot. A becsület így kívánja. Igen is, uram. Nagymester. Nem játszottam velük. Majd a 6, ha kijön. Ó, legjobb lesz. Emlékezz a kocsikat csak... Mi? Még egyszer? Kocsikat csak kifogástalan állapotban veszik át a garázsban. Ja,
Ja, kifogástalamba, és 6 percem van rá, az derék. Az derekas. Derekasan hangzik. Mindenféleképpen rá kell kukkantani akkor. Hát a GTA-t a tényleg soha túl várom egyébként, az gyakorlatilag, hogy megjelj és apjám már tolni fogom. Emlékszem, nekem a GTA 5 volt az első első olyan játékom, amit előrendeltem egyébként. Azért soha nem rendeltem szerintem. Nem hogy előrendelni, de konkrétan rendelni sem rendeltem azért még. Várjál, hogy volt? De. Rendelni rendeltem már azóta, csak előrendelni nem rendeltem elő. Berekedek, baszki. Szóval igen. Hogy ne van bele kell húzni, baszki, ne van. Gyorsan kell majd haladni. Bisip, mi van? Most ebben is ez mi? Most ez itt mi a szar? Hát de... Hogy ez konkrétan a garázs? És ide kell elszállítani őket? Tök jól, hogy először a garázshoz megyek. Faszomba. Azt hiszem, itt is van egy autó, itt le van parkolva, de legalább akkor kicsit máshogy mutatnák, baszki. De 4 perc, hát hogy az Istenbe? Jó kérdés, azt én is előrendeltem el, vagy meg én is után vettem. Most jobb az arány, most csak 2 kommentet hagyottál, Máté. Micsoda? Rendőr autóra gondol azt? Mutka is 5-6 aflám után tolt spitzrumot, aztán már jól el volt. Rendőr autóra gondol azt? Nem lehet lefolyatni. Ja, értem. Tényleg, baszki. Hát, és ezt pont nem figyeltem ezt, mint az elbájét, paseg. Istenem. Hát, ha pont ezt... Hát, bocsi. Bocsi, elbá, hát, pont nem figyeltem az... Már szerintem lehet, hogy már így a szemem az így taszítja egyébként a narancssárga színt egyébként. Mert a narancssárga, piros a te izéd, a színed. És emiatt ez nekem ez tagadja a szemem, nem hajlandó megnézni a piros szemet. Csak a sörei száma nő így, köszi. Semmi gondban, csak a szörök. Most már legalább egy 6 sörrel tartozott legalább a Erbának egyébként ezzel. 6 sör lesz. Meg közben elfogyasztottam egy darab sajtból álló szokásos vacsorámat. Az kurva sok saj, az kurva sok vacsora lehet. Viszont a Code Ghost-ot azt előrendeltem. PS3-ra. Code Ghost. Még az nem volt valami jó kod. Azt pont nem is nagyon próbáltam, de azt nem a sokat... Videókat néztem vele, az anya nem volt annyi nagy eresztés, de... Ha anya csak nem lehetett annyira brutálisan rossz. Kíváncsi lettem volna, az milyen... 4 perc alatt, és hát most... 4 perc alatt 3 autót vigyek el a garázsba, és kifogástalan állapotba ráadásul, baszki. Hát hogy? Hát reméljük, hogy ez még kifogástalan állapotnak számít. De ez ilyen ködös. Ködös terület ráadásul. Nem tudom most, hogy egyébként itt gond-e. Gond-e az... Autó leszállítva. Hát jó, tök jó. Csak most ez csak egy. Ó, az jó volt. Ez csak egy. Gyerekek, ez csak egy, és még 3 perc van hátra. Bocsit, elnyomja a pendát kajával. Na, gerz, hát az kell. Ugye Perfi ezt, az a fontos egyébként Perfi, hogy nem csak alkohollal kell gyakoroljál, mi? És elkezdtek körözni, bazdmeg. Maradjál már. Nem csak alkohollal kell gyakorolni, hanem kajával is.
Ja, sok kaja lesz, rengeteg kaja lesz egyébként, csak én mondom neked. Hát a Bozsiék, hát a Bozsi is, meg az Erbá is küldték a képeket, hogy rakás kaja lesz. Rakás kaja. Ez milyen messze van ez is, hallod? Jézus, Atya Úristen. És jó ki lesz szentízve. Hát ez bizony 9 centízbe. Smeg, bazz, smeg. Ez már kuka. Hát már nem fog menni. Hát baszket, még mi kevittassam is meg. Hát ez... Ennyi idő nem lesz. László. Abszolútli László. Hát szevasz Kristó! Hát melyik ez a nagy Kristó is? A pendu! Melyik ott a pendu? És szarfele megyek, kecész! De nem mentem szarfele. Jó, most oké, most ugyanott van a kettő. Ha mondjuk baszki, hát egymás mellett van javítható meg a izé, leadó. Hát baszki, ez akkor ez tök jó. Hát csak az abban ugye most... Itt is még itt megállít, 50 másodperc, ez át az esélytelemmel, hallod. Hát az... Az abban az elejét basztam el. Hát ez már nem... Ennyire kicentízni basznak ezt az időt, ez nyomorultak. Nyomorult pasz! Nyolt ki a pi... Meg... Kurira jó vagy, hola gráciász-e? Szopor nyitsz a gombót, sose? Hát egyébként nincs olyan messze. Csak 10 másodperc, ugyebár. Ugyebár, srácok, úgyhogy... Éppen ezt mondom neked, hogy itt ez a... Kajázásra gyakorolgatni kell, és be kell készíteni magad, nem csak a ízi vászattal. Azzal is fel kell készülni. Ugyebár, mert... Azért... Na, lesz egy rakáskaja egyébként ott a Bozsiék között. Felkészültek. Bőséggel. Lesz annyi étek. Megnyomorott. Konkrétan. Olyan szintű sok kaja lesz, hogy lehetséges, hogy most akármit iszunk, nem is fogjuk megérezni. Hogy a kaja azt el fogja szívni úgyis. Hova kerültem? Igyekszem elfogyasztani a tőlem telhetőt. Ott például nem lesz izé... Nem lesz mese. Ott mindent meg kell enni. Az egészet meg kell enni. Meg, hogy a Dumbledore is mondta, az egészet meg kell inni. Az egészet. És ezzel a kocsikával, a gyors kocsival most éppen folyjuk, aztán majd megindulunk. Tolvaj kergetők, ez a neve. Tolvaj tempó. Micsoda nevek hallott tényleg. És 6 percem van tényleg. Értem. Azért van egy ilyen sötét lila, meg egy világos lila, hát ez nagyon csodás. Jó, hát azzal egész sok időt elcsesztem azzal, hogy ott a... Először a garázsra mentem, és nem a kocsihoz, nem a kocsikhoz. Így azért már más lesz. De egyébként most így rájöttem, hogy te... Nem is nagyon kell szarakodjak ezzel, hogy kifogásra legyen az autó. Na ugye a... Javító az ott lesz közvetlen mellette, a leadóhoz, szóval igazából... Tök nagy, mit csinálok. Nem vesztek olyan sokat, egy pár másodpercet vesztek igazából maximum. Mi újság veled, Kristóf, meséljél, mi a helyzet, mi újság? Lehet, csinálok plusz haját. Most jól szórakozott, csak így tovább, Márté.
Köszönöm szépen, Erben, köszönöm szépen, látod? Már megtanultam, hogyan kell szórakoztatni az Erbátyát. Hát előre is jó étvágyat vagy ételekhez, az étkezésekhez. Hát és szerencsétlen László pont ilyenkor nem elérhető, meg ilyenek, nem online, meg nem tevékenykedik, baszki. Pont akkor, amikor a kedvenc GTA-ját tolom éppen. Egyik kedvenc GTA-ja a GTA 3, azt mondta. Meg a GTA San Andreas, ugye bár. Lépek füldözni. Ó, rendben, Bozsi. Jó fülcsizést. Jó tusimusit. Értem, hogy nem is alsok. Helyette most kint ültem és elgondolkodtam. Elgondolkodtam mindenen ilyen szól. Mi a fasz? Elgondolkodtál mindenen ilyen nagyon fejtörős ember, ilyen nagy bölcs ember lettél? Istó, baszki. Na kezdek félni tőled. És akkor az, hogy két követem is olyan messz, nincs olyan messze. Hát az a másik egyébként, az a másik, ami meglepődött. Baszki egyébként, két kilométer nem is olyan sok, hát ott simán el lehet sétálni, bazd meg. Sőt, el lehet bicsinglizni. Most oké, hogy nincsen autód, de azért bicikli csak van azért is tudod, nem? Bicikli csak van, nem, Hüstó? Azon meg se percet odaérsz. 10-20 perc. Azt annyi az egész. Jawbreaking. Az király volt. Az legjobb volt. Én most már nem fogok aggódalmaskodni most már. Most már tudom azt, hogy nem kell aggodalmas fogyat, nem kell védjem az autót, hanem is szét lesz zúzódva. In the house. Nem meséltem a Petrinek 2 kilométert, hogy ilyen kontextus a grillen. Itt is örült neki. Megborult Peti kicsit. Megborult. Mondta, hogy mi van messze, bazeg, 2 kilométer meg a faszom? Ilyen ez a popszakma, azt mondja. Szerintem csak keresi a kifogásokat egyébként a Kristóf, hogy nem akar minden nap találkozni a jegyesével, ugye? Mert hogy akkor azt akarja, hogy megmaradjon a vágy, megmaradjon a fantasztikus érzések, megmaradjanak, és akkor ezért, hogyha csak ritkán találkoznak, csak egy hetente egyszer, akkor tovább megmarad akkor ez a frissesség. Mert nem szabad túlsatolni, hogyha most esetleg az se jó, hogyha túlságosan gyakran találkoztok, mert akkor a láng is hamar kialudhat, hamar egymásra unhattok, vagy ilyesmi. Ez is fontos megfigyelni egyébként. Kondiban kapott update-et. Norbi update-et, bazsai. Másfél perc. Így is ki van centízve azért. Nem centízve, de azért, na hát most persze még maradni fog. De azért nem adnak a négybe kiáltóan sok időt azért. Elvitassam meg anyádat, elvitassam meg. Van még időm. Egy percen maradt. Csodás. Visz csak HS-ezni akar, mint én vagy mi. Így van. Nem akar, hogy elvegye az időt egyébként a csaja a HS-től, meg a anime nézésektől, meg ilyenek. Tehát a legjobb, legszórakoztatóbb pont, a legjobb dolog, amikor mind a ketten animéztek, hogy közösen leültök animét nézni. A legjobb dolog a világon. Esküszöm. Legjobb dolog. Nyertan órán pattásomra szoktunk filozófus gondolatokat ejteni. Filozófus gondolatokat? Kézelem, hogy mennyire lehet az filozófus, bazzeg. Valahogy ez, ahogy sejtem, mennyire lehet az.
Ezért ültettem, mert ennek a nőt helyesezni kellemes és hasznosan. Hát igen, hát ha akkor ő is megkebben, és akkor aztán lehet akkor közben is. Na figyelj, imócska. 73 küldetésből 27-es darab van teljesítve. Úgyhogy bőven van még. Úgyhogy még bőven van még a játékból. Jaj, ne! Szóval szeretném már, az is nagyon baszed. Az egyébként tök jó a szóló egyébként, az egy tök jó kis hangatos kis gyors játék, mert tényleg egy kis gyors parti játék. Most az akár ketten is tudjátok nyomni, mert akár tudjátok öten is, hatan is tolni. És tényleg az, hogy kitejtett gyorsan a kártyákat, kaptok mennyit is lehet, mennyit is kell kapjatok? Azt mondja, 4-et? Az az alap. Deck. És akkor húzzátok, és kb. Tényleg egy perc alatt, vagy 5 perc alatt, legkésőbb 5 perc alatt be lehet fejezni. Olyan, minél többen vagytok, annál nehezebb, persze is lehet húzni az időt. Business bonzai. Húha, kartel, semmivel veszi a kérésünket. Hosszút kell álljunk. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yanni car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Szalad, kardok, kocsit, a passza meg mindenkit. Sökött a gyerebe, bazdi. Éves Istenem, Carter egy Yardi körülítményt vár, tehát lopnod kell egy Yardi kocsit. Vedd az irányt észak felé, biztos találsz egyet észak felé. Még szerencsé, hogy baszki, a térképen ugye mutatja, hogy hol van észak. Nagyjából. Nem jobb, mint a HS. Kapla, azt mondja, kapla. Most nincs megengedve neki, hogy elvegye az időt a HS-től. Nincs megengedve neki. Nem kell kapla, Krisz. HS a best. Utána a szóló. Így van. Pontosan. Azt hittem, melyik a Yardi kocsi. Melyik az a Yardi? Legészakabbra menjek? A viány legészaki területére? Izgalmasan hangzik. Alig várom. Ennyire éjszakra, hogy már itt a építkedések minden? Húha! Nyomorultak! Mit csinál? Most azt tudom, most ez a Yardi kocsi, ez most ez egy teherautó, vagy egy nagy a... Egy személyautó, vagy... Ez egy Yankee. Az egy busz. De gondolom nem ez lesz az. Kik ezek a cowboyok egyébként, akik itt fontosan tüzén meg akarnak ölni, hogy... Coach busz. Annál kettő, akkor Kaisenet Elderin DLC mondta, hogy nem is helyet, ami egy nagyobb döntése volt. Hajnali kettőkor, bazd meg. Édes Istenem. Legalább mondaná, hogy melyik a Yardi kocsi, baszki. Mutatná, hogy valami, honnan tudjam, hogy mi a fasz. Honnan tudjam, hogy melyik a Yardi kocsi. Most így keresgéljem meg. Perenniál, ez se az. Ez az. Nem, Stallion, ez se az. Kipróbálom az összeset legalább, hát ha... De azt mondja, hogy éjszakon biztos találom, baszki. Hát jó, oké. Hát de... Amíg nem tudom, hogy pontosan milyen autó az... Hát így hiába keresgélek, bassza meg. Terapeuta bement hozzá Adam bosshoz, hogy motiválja. Mi a fasz? Jézusom. Atya úristen.
Landstalker. Kai Sinat, bazd meg, Kai Sinat. Izé, montás. Könyörgöm. Bazd meg. Ne kurj már fel. Bobcat. Nem olyan minőségi videókat néznél, és hát még ezek után még higgyem el, hogy itt filozófiást kottok itt a pattársaddal, meg ilyenek filozófiai történeteket meséltek egymásnak, meg gondolkodsz az életek dolgairól. Rampo. Rampo, mint a Bungo Sadosba egy karakter. Chatterbox rádiót imádom. Azt tudom ajánlani, hogy hallgast. A Chatterbox. Az jó tudsz egyébként a Chatter. Kuruma. Ez egy kurumának hittek ezt az autót. Kaj meg koncentrál, mondom, hogy I love this game. Adam megfordul, megöli és felolít, hogy I hate this game. Geci. Édes Istenem. I hate this game. Bolond. Bolond, bazd. Bolond. We're all about opinions on Chatterbox, which is Liberty City's premier phone-in station. But why don't you like clones? Nem tett a srácot véletlenül, ez a járdi kocsi mi a faszom lehet? Valamilyen között nem akarja esetleg megnézni nekem itt videó, hogy mi kép alapján, hogy beírjátok, hogy nem tudom, hogy GTA 3 járdi Y-nal. Y-nal járdi-e? Kár. Hogy azok hogy néz ki? Tehát lehet nekem kéne inkább. De ez nem egy páncolozott kurumba, lehet nekem kéne inkább, mert akkor rá lássam, hogy pontosan mi az. Tudj, megnézem én. Idiót ez a játék, hogy mondja, hogy jardikus visszadezni, hát kösz. Honnan tudjam mi az? Honnan tudjam melyik az? Ja, hogy ilyen izé, ilyen lóvádelszerű bűzbassz. Az ember maga a csoda. Igen. Csodább, mint a izé, mint a ISO Speed. Csodább, mint ISO Speed, baszki. Az aztán ugrás volt. Mi a... De ez hagyjon már békén. Ez átlőtt rajta, mi a fasz? Állj! Mi a faszom? Meg kik ezek egyébként? Most már rohadtul kíváncsi, hogy ki a tökömek ezek? Ezek szitálva juggatnak. Non-stop. Piros kabriószerű tetőve vagy mi? Láttam valami olyasmi. Ilyen izé. A lowrider-szerűség. Egy kis biszi-baszi. Itt lenne elvileg, tészak fele. Hát ez geci, ilyen a világon nincsen. Takarodjál, haza takarodjál innen. Hú, bazzeg. A cowboyok, bazzeg, itt nem bírnak vérükkel. Pontosan meg akarnak engem ölni. Az előbb rendőrautót kellett szerezzek, most meg ilyen faszom járdi autót. Hát... Kink Kardashian autóját. Tessék Chatterbox. Ad lesz az! Vagy nem ez az? Hát, nem pont így nézett ki, de hát ilyesmi autó. Esperanto, hát szopját. De ilyen az, ez volt az az autó. Az, ami mögötte van, ez. Ez lesz az. Igazából ugyanaz a két autó, szóval nem értem, hogy miért. Idaho, mi van? Hát de ilyen, de ez volt. Hát néztem a képen, és ilyen volt az autó. Ne basszál már ki.